Sziasztok! 1000 évvel ezelőtt volt egy videó a csatornán, ahol a farmer történelméről beszéltem, és bár nem túl nagy rajta a nézettség, azóta is gyakran felbukkan az általatok kért videótípusok között, hogy azt a sorozatot folytassam, és most így néhány év után megint csak kedvem támad leforgatni egy ahhoz hasonló videót, úgyhogy ma a melltartók történetéről fogunk beszélni. Kiindulva abból, hogy a legnépszerűbb videóm a csatornán, hát amióta megcsináltam körülbelül, a melltartókról és a mellekről szól, arra számítok, hogy erre a videóra is viszonylag sok férfi fog kattintani, ahhoz képest, hogy a nézőim túlnyomó többsége általában nő, úgyhogy mivel most ez egy ünnepi hét, és minden nap új videóval és egy nyereményjátékkal készülök, arra gondoltam ebben a videóban azzal az ajándékkal kedveskedek nektek, ami szerintem unisex, férfiak és nők is örülhetnek neki, illetve hasznát vehetik. Ez pedig egy Honor okos karkötő lenne, egy Honor Band 5. Igazából teljesen őszinte leszek, én ezt fotózásra kaptam a brandtől, de akkor már megvolt az órájuk, és ezért ez teljesen kihasználatlan maradt nálam. Úgyhogy egy fotó erejéig volt rajtam, illetve nem is fizettem érte, úgyhogy most akkor hivatalosan is jelzem, hogy ez egy reklám, de nyilvánvalóan nem fizetnek ezért a megjelenésért mindössze. Nem szerettem volna, hogyha rajtam marad egy ilyen teljesen jól használható, tök hasznos dolog. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez tök jó férfi ajándék alternatíva is lehet, mert hogy hozzátenném, voltak férfi emberek, akik nehezményezték, hogy általában sminkeket és hasonló inkább női piperec cuccokat lehet nálam nyerni, úgyhogy mindenképpen szerettem volna erre a hétre több olyan ajándékot is, amik nem a klasszikus értelemben vett nőies dolgok. Arra gondoltam, hogy ne csak ilyen bambán üljek és magyarázzak a kamera előtt, a mai videóban lesz egy kis pótcselekvés is, úgyhogy ma ki fogom selejtezni a melltartóimat. Azért választottam ma ezt a témát, mert a melltartó bennem mindig sokkal több kérdést vet fel, mint bármely más ruhadarab. Mindig sokkal mélyebb filozófikus gondolataim lesznek, amikor a melltartókon morfondírozom, mint mondjuk a zoknikon. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó beszélgetési alap, úgyhogy ha van kedvetek, csatlakozzatok a beszélgetéshez a komment szekcióban. És mindenképpen úgy kezeljétek a videóban elhangzottakat, hogy bár nagyon-nagyon sokat olvastam és kutattam a témában, még az egyetemen is írtam hasonló témában beadandókat, de nyilvánvalóan a saját véleményemet fogom veletek megosztani. Úgyhogy úgy kezeljétek, hogy amit mondok, az az én gondolkodásmódomat tükrözi. Szóval kezdjük ott, hogy én elkezdek itt böngészni, kupacokra osztani mindent, és beszéljünk először akkor a száraz történelemről. Szóval, ha minden igaz, akkor már az ókorban is voltak a melltartóhoz hasonló viseletek, amik, de igazából az ókor nekünk annyira nem is feltétlenül izgalmas. Haladjunk egy kicsit közelebb az időben a modern melltartók megjelenéséhez. A viktoriánus korban még a korszet, a fűző volt az, amit a nők a felső testükön alsó neműként hordtak, amivel kiemelték a kebleiket és lenyomták a hasukat, illetve ugye ez ilyen vékony derekat is kölcsönzött a nőknek. Azonban az amerikaiak lesznek a nagy divatdiktátorok, és a melltartó elterjedése valójában egy teljesen praktikus okból fog majd teret nyerni. Egyébként közben elmondanám nektek, hogy ez a melltartó volt rajtam a szalagavatómon, és annyira gyűlölöm ezt a melltartót, és nem értem, hogy miért van meg még mindig. Borzasztó alakot csinál a mellnek, borzasztó kényelmetlen, és a fehér az egyáltalán nem praktikus szerintem. Szóval a fehér ruhadarabok alatt átlátszik, a nem fehérek alá meg minek, most őszintén. Mármint, hogy ezzel a mérettel igazából teljesen felesleges. Intimissimis. Na szóval ettől például megválunk. Tehát ott tartottam, hogy egy teljes véletlen okozta igazából a melltartók elterjedését. Ez pedig az, hogy az első világháborúban az amerikaiak kissé szűkében voltak a fémnek, és hát a fűzőkhöz rengeteg fém merevítőt használtak fel, ezért az amerikai állam felszólította, illetve hát szépen megkérte a nőket, hogy egy kicsit most mellőzzék a fűzővásárlást, és ezt meg is tették úgy, hogy a megspórolt fémből konkrétan 2800 tonna, vagyis két csatahajónyi alapanyag menekült meg, és ezzel együtt pedig szép lassan elkezdett a fűző gyakorlatilag divatnyomulttá válni. Egyébként erre már korábban is voltak ilyen mozgalmak, akik szerették volna elérni, hogy kicsit háttérbe szoruljon a fűző, úgy eleve,
mert hogy nem praktikus, nem kényelmes, és hát nem is mindenki szerint szép, mégis ez volt az általánosan elfogadott öltözködési mód a nőknél, például ilyen feminista csoportulás. Például feminista csoportosulások is harcoltak ezért. Na de mindegy, a világháború az elérte a céljukat. Aztán a két világháború között megjelent egy cég, amit két nő alapított, és akik teljesen fehér neműk gyártásával foglalkoztak, és ők voltak azok, akik gyakorlatilag feltalálták azt a méretezést, amit ma is használunk, vagyis, hogy létezik a kosárméret, és létezik a körméret. A körméret az, ami a mell alatt végig fut a körbe meglepő módon, amin általában ugye kapocs van, a kosárméret pedig maga a labda. A labdáknak a mérete. Ez a méretezés nyilvánvalóan azért megkönnyíti a nőknek a melltartó vásárlást, de azt azért fontos tudni, hogy egyrészt nem minden cég, másrészt nem minden fazon ugyanúgy van méretezve, vagy számozva. Úgyhogy ezért mindig érdemes próbálni melltartó vásárlás előtt, de majd a praktikus dolgokba a későbbiekben még belemegyünk. Szóval ez volt a Maiden Form Brasseries. Brasseries. Nem tudom, hogy mondják szépen ezt a szót, de Maiden Form volt a cégnek a neve. És most mondok valami olyat, ami kissé szexistán fog hangzani, de próbáljátok meg megfigyelni ezt a visszatérő motívumot ebben a történetben. A praktikus, kényelmes találmányok, azok általában nők neveihez lesznek köthetők. A női mellek esztétikájával és szexualizálásával összeköthető találmányok viszont általában férfiakéhoz. Szóval 1947-ben feltalálják a push-up melltartót, méghozzá egy férfi, és úgy nevezi el, hogy Rising Star. Csodálatos! Szóval a push-up melltartó létezik az 1940-es évek óta, majdnem 50-es, és hát az a helyzet, hogy gimis koromban még én is a push-up melltartók megszállottja voltam, mert azt hittem, hogy ez valóban fontos, hogy nekem mekkora a mellem, akár kinézet szempontjából, akár társadalmi megítélés szempontjából. Továbbra sem mondom azt, és ezzel most szeretnék visszautalni a legnépszerűbb, legnézettebb videómra is, szóval továbbra sem mondom azt, hogy bánnám, hogyha egy olyan szép, átlagos, bés kosárméretű mellem lenne, de azt kell, hogy mondjam, a gondolkodásomat és az általános kedély állapotomat már sokkal kevésbé határozza meg ez az egész téma, mint korábban. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, a push-up melltartók már nem annyira a barátaim. Na de ugorjunk előre 30 évet a történelemben, egészen 1977-ig, amikor is megalapítják a világ egyik leghíresebb, illetve most már leghírhettebb fehér neművel foglalkozó cégét, a Victoria's Secret-et. Ahogy mondtam, a Victoria's Secret előtt is voltak kifejezetten fehér neművel, női fehér neművel foglalkozó cégek, azonban általában a termékeiket egy ilyen általános bevásárlóközpontban valahol így elhelyezték. Szóval miközben bármilyen ruhadarabot kerestél, ezek ugyanúgy ott voltak, mint bármilyen más ruhadarab. És hát az a helyzet, hogy megint csak elérkezünk ahhoz, hogy ki és miért alapított meg egy külön fehér nemű boltot. Nos, egy férfi azért, mert kényelmetlenül érezte magát fehér nemű vásárlás közben. Egyrészt úgy érezte, hogy túlságosan a praktikumra mennek rá azok a fehér neműk, amiket akkoriban árultak, másrészt pedig kellemetlenül érezte magát vásárlás közben. És akkor most valószínűleg el is érkeztünk ahhoz a témához, ami sokaknál majd biztosan kiveri a biztosítékot, és amiről már többször volt egyébként szó a csatornámon, a női mellek túlszexualizálásához. Szóval igen, nyilvánvaló, hogy a szexualitásnak gyakran része a női mell, és hogy már van, akire a látványuk is ingerlő lehet, de hogy valaki annyira kényelmetlenül érezze magát attól, hogy megvesz egy ruhadarabot, amit ráraknak egy intim testrészre, hogy inkább nyit egy saját üzletet, az egy kicsit durva, nem? Arról nem is beszélve, hogy moderálja magát inkább az, aki ha meglátja egy másik ember testrészeit, akkor onnantól kezdve az állati ösztönei irányítják, és nem bír kultúremberként viselkedni. Olyan érzésem van ettől, mintha szégyelni való lenne az, hogy valaki fehér neműt néz, akár a párjának, vagy feleségének, vagy szeretőjének.
akár saját magának. És manapság már természetesen ez nem furcsa, mert most már inkább azok a nagy üzletközpontok hatnak furcsán, ahol ilyen összevegyítve van mindenféle márka és termék, mint ahova mondjuk Párizsban, vagy Londonban, vagy New Yorkban jár az ember, mert Magyarországon egyáltalán létezik ilyen? Ilyen fancy áruház, ahol így mindenfélét árulnak? Ilyen nyitott terekben, mert nekem nem nagyon jut kapásból eszembe, úgyhogy így már nem hat furcsán ez a dolog. De hogyha visszatekintünk abba a korba, akkor azért mégiscsak. Főleg azért, mert a Victoria's Secret üzletek enteriőrjét eleinte teljességgel férfiakra szabták. Az üzletek olyan sötétek és a szó legtradicionálisabb értelmében férfiasnak néztek ki, úgyhogy kellett egy teljes gondolkodásmódbeli és gyakorlatilag marketingbeli változás ahhoz, hogy igazán sikeres legyen a brand. És utána valóban nagyon sikeres is lett. Szóval egyébként Magyarországon viszonylag keveset hallunk a Victoria's Secretről, de a hype még azért hozzánk is elért. Szóval manapság már talán kezd leülni, talán azért is, mert nemzetközileg egy kattintással az interneten bármikor elérhetőek azok a botrányok, amik az elmúlt pár évben felrepentek a brand körül. De az biztos, hogy mindannyian észleltük, nem tudom, egy 5-10 évvel ezelőtt, hogy ez egy menő márka. Én is vettem tőlük testpermetet, még sminkeket is, melltartót, bugyikat, és egyébként hozzátenném, még van olyan bugyim, amit 10 évvel ezelőtt vettem, Victoria's Secret-es, és teljesen működik, és használható, és szeretem. De azt azért pontosan nem tudtuk volna megfogalmazni, vagy a magam nevében beszélek, nem tudtam volna megfogalmazni, hogy miért is ilyen menő ez a márka, csak tudtam, hogy mindenki ezt veszi, és menő. Úgyhogy amikor elkezdtem igazán utána nézni annak, hogy ennek a brandnek tulajdonképpen mi is a történelme, mert hogy szoktam ilyeneket csinálni, és ez a Subway-es videómból is kiderülhet, szóval akkor jöttem rá, hogy mi volt ez a nagy hype körülötte, és hogy hol csúszhatott egy kicsit félre az egész. Azzal szemben, hogy eleinte a férfiaknak szóló boltot nyitottak, a 2000-es évekre már egy teljességgel nőknek szóló brandé váltak, úgyhogy ötvözték a kényelmet és a praktikumot, és az esztétikumot, és ez nagyon-nagyon fontos volt rengeteg nő számára. Aztán, amikor a női emancipáció már szinte magától értetővé vált a hétköznapi emberek számára is, akkor valahogy a brand egy kicsit elkezdett félrecsúszni. Mert előtérbe helyeztük azokat a problémákat a világban, amik már túlmutatnak a nemek közötti különbségeken és egyenlőségeken, vagy egyenlőségen, és elkezdtünk fókuszálni arra, hogy bizony a nők között is vannak különböző testalkatúak, különböző bőrszínűek, különböző ízlésűek, vallásúak, bármi ilyesmi, amire csak gondolni tudtok. És hát ezzel a gondolkodásmóddal nem annyira tudott haladni a Victoria's Secret. Szóval nem tudom, hogy tudjátok-e, de az óriási bemutatóikat, a divat bemutatóikat, amiket minden évben megrendeztek, tavaly először elmulasztották megtartani, és hát közvetlenül azelőtt, hogy ezt bejelentették volna, elég nagy botrányokba keveredett a Victoria's Secret, ugyanis az akkori igazgató kijelentette, hogy ő soha nem fog plus size modelleket végigvonultatni a Victoria's Secretnek a divat bemutatóján, ugyanúgy, ahogy például transznemű nőket sem, és hát ez nem igazán tetszett annyira a köznépnek, amit teljesen meg tudok érteni. Én valamilyen szinten mindig privilegizált helyzetben voltam, ami a testemet illeti, hiszen genetikailag viszonylag jó adottságaim vannak, ami legalábbis a súlygyarapodást illeti, tehát most, amikor éppen lószart sem sportolok, akkor is elfogadható alakom van. Viszont ez azért nem mondható el mindenkiről, úgyhogy én ebből a szempontból jó helyzetben vagyok, viszont teljesen meg tudom érteni, amikor egy idő után unalmas az, hogy nem látsz senki olyat egy fehér nemű kifutón, amivel te azonosulni tudnál. Márpedig ott eléggé sok test látszik, és hát a legtöbb testtől, ami ott felbukkan, szerintem mindenkinek kisebbségi komplexusa lesz. Emellett egyébként nem igazán nyitottak eleinte arra sem, hogy nagyobb méreteket gyártsanak például a fehér neműikből, és a CEO, vagyis az igazgató, aki ezeket a kissé visszataszító dolgokat kijelentette, egyébként teljesen üzleti érdek
emberekkel magyarázta a történetet, ami teljesen elfogadható. Tehát én megértem, hogyha úgy gondolta, hogy a Victoria's Secret úgy maradt profitorientált, hogy kizárja ezt a nagyobb közönséget a célközönségéből. De az a helyzet, hogy sajnos azzal nem számolt, hogy ma már egészen másképpen gondolkoznak az emberek, mint akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt, és eleve azzal, hogy ilyen kijelentést tesz, egy rossz marketinget generál a cégének, illetve potenciális vásárlókat veszít, ami meg is történt, plusz eleve egyszerűen figyelembe kellett volna venni azt, hogy vajon hány embert fog megnyőzni, hogy náluk vásároljon, hogyha átvált ezekre a dolgokra, tehát például nagyobb méreteket gyártanak, vagy megjelennek a kifutón nagyobb méretű, vagy más testalkatú nők, mint az eddigi Victoria's Secret angyalok, és mennyit veszít azzal, hogyha nem csak, hogy semmit nem tesz ezzel kapcsolatban, de még ki is jelenti, hogy lúgsz a seggetekbe. És már megint a kedvenc témámnál vagyunk a marketingnél. Na mindegy, kanyarodjunk el erről. Szóval eddig tudott egy ilyen fenomén lenni a Victoria's Secret Show, viszont akkor kanyarodjunk rá arra, hogy szerintem miért jó és miért rossz a melltartó. Az a helyzet, hogy esztétikai szempontból, illetve egészségügyi szempontból teljesen indokoltnak gondolom a melltartókat. Én soha nem voltam ilyen megrögzött melltartó ellenes, viszont nyilvánvalóan van, hogy nem hordok melltartót. És az az igazság, hogy szerintem ez sokkal több embernek feltűnt, mint ahányról én gondoltam, hogy fel fog tűnni. Annak ellenére, hogy a social media az életemnek a fontos része és gyakorlatilag a munkám, mindig meg tud lepni, hogy egy-egy számomra teljesen evidens, vagy irreleváns, vagy nem tudom, magától értetődő témával kapcsolatban milyen nagy port tud kavarni egy-egy megjegyzésem vagy posztom. És ez teljesen akaratomon kívül, vagy szándékomon kívül történik. Egy hosszas vita alakult ki például arról, ami teljesen meglepetésként ért. Volt egy olyan képem, ahol a mellem alsó része lógott ki. Szerintem most nagyjából pont annyi látszik belőle, egy ilyen csík, nem tudom. Természetesen egyébként a vitának a kiváltói gyerekek voltak. Mivel a célközönségem nagy része nem gyerek, ezért még inkább meg szokott lepni, amikor egy-egy fotó alatt ilyen, vagy videó alatt ilyen nagy háború tör ki, de a lényeg az, hogy gyerekek voltak a kiváltói, akik a gyermeki gondolkodás módjukból adódóan úgy adták tudtomra, illetve mások tudtára a gondolataikat, hogy ez nem volt annyira kedves. Konkrétan valaki azt mondta, hogy ez gusztustalan. Amint mindig el kell mosolyodnom egyszerűen, mert a női mellett gusztustalannak nevezni annyira abszurd számomra. Szóval egyrészt nyilvánvalóan nem tartom gusztustalannak a női mellett, hanem kifejezetten egy esztétikus dolognak tartom, de ez persze ízlés dolga lehet. De az szerintem, aki gusztustalannak hív egy női mellett, az egyszerűen megtagadja azt, hogy ez egy természetes dolog, és hogy egyébként egy nagyon szép dolognak, a gyermeknemzésnek a része. És mindezt úgy mondom, hogy egyébként ilyen ösztönös, ősanya sem vagyok. Egyszerűen így gondolom. Szóval az emberi testet szerintem így unblock normalizálni kellene, és ezen belül a női mellett is. De természetesen miután én, hát félig vicces, félig komoly formában így egyre többször válaszoltam a kommentekre, amik ott érkeztek, így egy mégiscsak elég hosszadalmas vita alakult ki, ahol számomra egyszerűen meglepő volt, hogy mennyire bigottak tudnak lenni azok, akik felnőttek és nők a saját testükkel, meg természetes dolgokkal szemben. Egyébként hozzátenném, már csak azért is volt furcsa nekem ez az egész, mert nekem sosem volt nagy mellem, úgyhogy sosem tudtam olyan kivágott dolgokat hordani. Tudjátok, olyan tipikus kis félholdacskáim sosem voltak itt felül, viszont nyilvánvalóan tudtam egy szép képet lőni, hogy az alsó vonal látszik a képen. És érdekes módon az már teljesen elfogadottá vált, akár a közösségi médián, akár médiában, akár bárhol máshol, hogy nőknek látszik a mellének a felső része. És egyszerűen nem bírtam felfogni, és továbbra sem tudom, hogy mi a különbség az alsó és a felső rész között. Szóval ez akkoriban nekem nagyon vicces volt.
Akkor lezárnám egy olyan kommentel, amit szerintem többször is megkaptam egyébként videók alatt, ahol így látszott, hogy mit viselek. Konkrétan ilyen videó címmel csinálok videókat, hogy mit viseltem a héten. Szóval többször megkérdezték tőlem, hogy Soma, mit gondol arról, hogy nem viselek melltartót? És egyszerűen soha nem tudtam, hogy erre mégis mit mondhatnék. Mi köze Somának ahhoz, hogy én viselek-e melltartót? Nem vagyok a tulajdona. Szóval ez is egy ilyen nagyon-nagyon régi, patriarchális berögződésnek tűnik nekem, hogy nemhogy megkérdezi, hogy miért nem viselek melltartót, vagy nem tudom, mit lehetne még kérdezni, ami ezzel kapcsolatban olyan relevánsnak tűnhet, de hogy valaki megkérdezze tőlem, hogy a barátom mit gondol arról, hogy nem hordok melltartót, az számomra ilyen... És a melltartóval kapcsolatban is, hogy visszakanyarodjunk az eredeti témához, és egyben lezárjam ezt a videót, a melltartóval kapcsolatban is mindig ez jut eszembe, hogy teljesen megértem azt, hogyha valakinek nagy mellei vannak, vagy akár csak közepes méretű mellei vannak, ami fáj, zavaró, hogyha libeg, vagy egy olyan ruhát vesz fel valaki, ami már úgy érzi, hogy túlságosan átlátszik, ha bár hozzátenném. Én nem tennék különbséget férfi és női mellek, vagy férfi és női felsőtestek között sem, de azért itt még nem tartunk a társadalmi normák megváltoztatásával kapcsolatban. Szóval, ha valakin egy olyan ruha van mondjuk, amihez egyszerűen passzol egy melltartó, vagy akár önmagának, vagy másoknak kicsit szeretne tetszeni, változtatni önmagán. Szerintem ez egy tök normális dolog. De elvárni azt, hogy a társadalom fele, az összes nő állandóan melltartóban járjon, amikor egyrészt nem is feltétlenül indokolt, nem is feltétlenül szép, és nem is feltétlenül kényelmes, egyszerűen ezt nem értem. Hát nagyjából ennyi dolog jutott eszembe, és nagyjából így tudnám összefoglalni a melltartó történelmét. Hogyha esetleg még ti is tudtok érdekes információkat ezzel kapcsolatban, akkor ne habozzatok megosztani velem, és most akkor jöjjön a nyereményjáték. Ezt a csodálatos és hasznos kis kütyűt úgy nyerhetitek meg, hogyha egyrészt feliratkoztok a csatornára, másrészt pedig átmentek a YouTube Community fülre, amit be fogok nektek linkelni az infoboxba, úgyhogy teljesen egyértelmű lesz, hogy mit kell keresni. Szóval ott megkeresitek azt a posztot, ami erről a bandről, Honor bandről és a nyereményjátékról szól, és ott megírjátok kommentben, nyugi, teljesen egyértelmű lesz, ne ijedjetek meg. Szóval ott megírjátok kommentben, hogy legközelebb milyen divattal kapcsolatos történetet hallgatnátok meg szívesen tőlem, és akkor lehet, hogy néhány éven belül jön a következő rész. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, és holnap találkozunk. Sziasztok!